A most következő rövid videóban a rajzi segédeszközökkel kezdünk el megismerkedni az AutoCAD rendszerén belül. De mik is ezek a rajzi segédeszközök? Azért, hogy megértjük ezeknek a funkcióknak a jelentőségét, hozzunk létre a modelltérbe, annak egy tetszőleges helyén egy vonal rajzelemet. Most próbáljunk ehhez a vonalhoz, ennek a vonalnak egy-egy tetszőleges végpontjához koordináta helyesen illeszteni egy másik vonal rajzelemet. Adjuk ki a vonalrajzolás parancsot, majd próbáljuk meg az előző egyenes végpontjához illeszteni a mostani egyenesünk végpontját. Szemre úgy tűnik, mintha a két egyenes valóban egy pontban találkozna, de ha ránagyítok, akkor láthatjuk, hogy ez nincsen így. Javítsuk ki a hibánkat, a fogók segítségével nagyítsunk rá még jobban. Megint szemre úgy tűnik, hogy valóban egy pontba találkoznak az egyenesek, de ha megint ránagyítok, akkor láthatjuk, hogy ez nincsen így. Fogadjuk el azt a tényt tehát, hogy szemmel és kézzel nem lehetséges két egyenest koordináta helyesen egy pontban összeilleszteni. Akkor mégis mi a lehetőség? Itt lépnek be a rajzi segédeszközök. Az első és legegyszerűbb rajzi segítsége az AutoCAD-nek a háló. Az a háló, amit itt a modelltérben látunk, szabályos XY kiosztás mellett. A rajzi segédeszközök egyébként alul, a parancsor alatt, az állapot sorban látható ikonok formájában kapcsolhatóak be, vagy éppen ki. A háló ikonja itt látható, amely egyébként az F7 funkció billentyűvel is be- és kikapcsolható. Ha ráklikkelek az ikonra, akkor eltűnik a háló, ha ráklikkelek, akkor bekapcsolódik. Rendben van. Igazándiból ez csak egy vizuális segítség. Sokszor viszont nagyon jó lenne, ha a grafikus kurzort a hálószemekhez ugrasztaná, fogná az AutoCAD. Ezt az úgynevezett raster mód segítségével tudjuk elérni. Ha bekapcsoljuk, akkor megfigyelhetjük, hogyha belemegyünk egy rajzoló parancsba, hogy a grafikus kurzor valóban a hálószemekhez hozzáugrik, mint ahogy egy milliméter papíron is, csak a hálószemeken dolgoznánk a hagyományos módszerrel. Természetesen ez a funkció is kibekapcsolható az ikon ráklikkelése mellett. Ilyenkor a szárkeres segítségével a modelltér tetszőleges pontjára le tudjuk helyezni az egyenes végpontját, de ha azt szeretnénk, hogy ez az egyenes most illeszkedjen koordináta helyesen az előző egyenes végpontjához, vagy kezdőpontjához, akkor kapcsoljuk be a raster módot, majd lehet látni, hogy úgynevezett ráugrasztásos módszerrel ráfogja a grafikus kurzort, így pontosan fölveszi azt a koordináta értéket, amely nekünk szükséges. Ez a funkció legjobban a milliméter papíron való szerkesztéshez hasonlítható. Nézzük meg, hogyan tudjuk szabályozni ezeknek a funkcióknak a belső működését. Ha rámegyünk egy ilyen ikonra, egyébként teljesen mindegy, hogy melyikre, az állapotsoron, és nyomunk egy jobb egérklikket, akkor a helyi menüből válasszuk ki a beállítások menüpontot. A rajzbeállítások párbeszéd ablak jelenik meg, és a raster és háló fülön tudjuk testre szabni a raster és a háló mód a belső működését. Nézzük meg most a raster működést. A legfontosabb az, hogy a raster kiosztást X és Y irányba meg tudjuk adni. Ez jelen esetben 10 rajzi egység. Ha be van pipálva az egyenlő X és Y kiosztás, bármelyiket is átírjuk, azonos értéket vesznek fel, viszont ha kipipáljuk, akkor eltérhet a két szövegdoboz értéke. Ha visszakapcsolom, lehet látni, hogy automatikusan az X értéket fölvette az Y. Vissza is teszem az eredeti értékeket. Jobb oldalon a háló teste szabása módosítható. Újabb AutoCAD-ben jelenik meg csak ez a szép vizuális háló, rácsháló. Régebbi AutoCAD-ekben úgynevezett pontozott háló volt, ezt is elő lehet csalogatni, hogyha ráklikkelünk, nyomunk egy okét,
akkor pontozott hálót kapunk, ha visszamegyünk és bekapcsoljuk, vagy jobban mondva kikapcsoljuk a pontozott hálót, akkor ez nem fog látszani. A háló kiosztást is megadhatjuk X és Y irányba, ennek nem kell megegyeznie a raster kiosztás X és Y értékével, hiszen a két funkció egymással nincsen szoros kapcsolatba, de az igaz, hogy célszerű ezeket szinkronba tartani. Később még számos más egyéb rajzi segítséget meg fogunk nézni, ezeknél jóval dinamikusabb, generikusabban felhasználható, általánosabb rajzi segítségeket is tud nyújtani ma már az AutoCAD, de jó ismerni ezeket a régi hagyományos rajzsegítségeket is, hiszen olykor valóban hasznosak tudnak lenni.